A DVG ZRT munkatársai készítik elő a Volt Adu iskola mögötti területet a további fejlesztésekhez. Bart Endre önkormányzati képviselő ennek apropóján elmondta, mintegy 70 új parkolóhelyet alakítanak ki. Nagyon vártuk már ezt a mai napot, hiszen elkezdődtek a munkálatai, annak adom, hogy 70 darab új parkoló létesüljön itt a Dunajváros 4-es számú választó körzetében. Ugye itt vagyunk a régi adóiskola, a régi rendőrség mögött. Mindannyi ismerik ezt a problémát, hiszen itt a Liszt Ferenc kerttől egészen a Váci Mihály utcáig óriási gondot jelent a parkolás. Én azt gondolom, hogy ez a dolog itt mindenféleképpen segíteni fog ezen, illetve ahogy már korábban ígértem, itt az Újvasmi út mögötti tilos parkolásokat is meg lehet majd ezzel szüntetni. Én nagyon örülök, hogy ez végre elindulhatott, és természetesen, ahogy már azt is mondtuk, nem állunk meg itt. Hamarosan a Váci Mihály utcában is elkezdődnek azon munkátok, ahol 7 új parkolót fogunk tudni kialakítani. Bart Endre úgy folytatta, a parkolás kérdése mindig is egy égető probléma volt a városlakók körében. Ugye nem csak egy üres választási ígéret volt ez a részünkről, hiszen amikor még csak jelöltek voltunk, akkor, ahogy beszélgettünk az emberekkel, illetve aki itt él a körzetben pontosan tapasztalja ezt, hogy mikor, mire van szükség, és tényleg mindig ez jött elő, ezek a parkolási gondok. Természetesen már akkor előkészültünk olyan tervekkel, amiket, ha nehéz is a gazdasági helyzetünk, azért szép lassan meg tudunk valósítani. Úgyhogy ezért tudom mondani, hogy az elmúlt évben is itt ezen a környéken is alakítottunk ki parkolókat, most is itt vagyunk, de nem állunk meg, és természetesen folytatjuk majd ezt a munkát is. A képviselő hozzátette, az új parkolók nem vesznek el további zöld területeket a városlakóktól. Azért mégiscsak egy zöld városban élünk, és nem mindegy. Ugye ezek a mostani parkolóautók is sajnos sok zöld felületet vesznek el. Nagyon nehéz ezeket a büntetéseket is ilyenkor korrigálni, hiszen hogyha valóban nincs máshol hely, akkor engedjük vagy ne engedjük. De természetesen is kialakításnál ezt figyelembe vettük, hogy ezek az új parkolóhelyek ne ezeket a zöld területeket vonják el. Mi erre igyekszünk majd most is és a későbbiekben is odafigyelni. Bart Endre hangsúlyozta, továbbra is várják a városlakók visszajelzéseit a körzet életét érintő problémákkal és ötletekkel kapcsolatban.